Sziasztok, kedves barátaim! Én most nagyon-nagyon különleges helyen vagyunk. Olyan helyen vagyunk, hogy én csak gyerekkoromban múzeumban voltam régen. Nálunk voltak ilyen falu múzeumok, egész falu, ez egy múzeum, ahol láttam nagyon-nagyon vonzó tárgyokat, meg szerszámokat, eszközöket, amit mindig akartam kicsit megfogni, kipróbálni, mert nagyon tetszett, hogy hogyan ősi hagyományokba készítették ruhákat például, és most itt vagyunk a Krishna völgyi, milyen hand? Siam handmade. Műhelyben vagyunk, és a barátom Premamoy Prabhu bemutatja nektek, mert ez most nem múzeum, ez működhető, és hihetetlen, és ami a legfontosabb, hogy Premamoy Prabhu átveszi ezeket a hagyományokat, meg összegyűjti, gondolom, különböző helyekről, és nem magának, hanem a fiataloknak, mert ahogy én tudom, régen is fiatalok vettek át ezek a szakmákat, nem az idős vagy öreg emberek. Nem szoporítom a szót, hanem nagyon kíváncsian szeretnénk hallani, hogy mik csináltuk itt. Sokat csináltuk, tudom, de most a ruhával kapcsolatosan át is adom a szót. A műhelynek most itt a fonodájában vagyunk. Igen, úgy tűnik, mint egy múzeum, de ez egy élő múzeum. Itt ezeket az eszközöket felújítottuk. Van, amelyik 80-100 éves rokkák, nagyon szép, díszes kialakításúak. Felújítottuk, és ezekkel tudunk dolgozni, ezt használjuk, illetve, ahogy itt az előbb szó volt róla, tanítjuk a gyerekeket, Krishna völgyi általános iskolásokat, nyilván a lányokat a fonás szövésre, a fiúkat pedig olyan famunkákra, vályogtégla, akkor kovácsolás, tehát sok olyan látványos és hát fiúknak való dolgokra, amiket meg ők szeretnek csinálni. Másfél éve indultunk el ezzel a műhellyel, és hát elsőre ugye akkor kipróbáltuk, hogy a régi rossz ruhából, száriból hogy lehet egy újrahasznosított ilyen táskát vagy szőnyeget készíteni. Ezek nagyon jó, erős darabok, és így nem kell kidobni semmilyen ruhát, hanem ezeket lehet újra hasznosítani. Elkezdtünk akkor a rokkákkal gyapjút fonni, és ezt akkor be is szőni. Nagyon-nagyon jó minőségű. Nagyon puha. És ilyen. Nagyon vékony. Vékony, nagyon vékony gyapjút. Annyira vékony, hogy nem lát. Illetve a egyik legfrissebb termékünk, egy nagyon szép ilyen pamut takácsmintás kendő, amit most a búcsúba is bemutattunk. Jöttek Szegedről textiles szakemberek, akik nagyon-nagyon dicsérték, méltatták, hogy milyen egységes, szép a szövése, és az oldaltartása, és a mintája, úgyhogy nagyon szép visszajelzést kaptunk. Még Krishna völgyben nincsen saját birka, tehát a gyapjút azt ismerős gazdáktól szereztük be, de nagyon jó minőségű, fonható gyapjunk van, sok-sok zsákkal. Amit viszont megtermesztettünk, az a len kender. Itt lehet is látni ezekből. Készítettünk kötelet, nagyon-nagyon jó minőségű és erős köteleket, ezt fonalból csináltuk. Mm-hmm. És aztán korábbi években Chandrakanta Mataji készített kukorica csuhéból ilyen nagyon helyes kis
papucsokat gyerek és felnőtt méretben is, illetve gyékényből, kenderből is lehet ugyanilyeneket készíteni. Igen, és azt is szeretnénk ajánlani, hogy a fiatalok, mert mivel nincsen most ez sehol oktatva, bemutatva. Igen, tanfolyamokat is indítunk szeptembertől kezdődően, úgyhogy ha valakiket érdekel, akkor nyugodtan tudják jelezni a Shamhandmade oldalon keresztül is az ilyen érdeklődésüket, és akkor fonás, többféle szövés, nemezelés, növényi festés tanfolyamokat fogunk későbbiekben is rendszeresen indítani. Ami egy különlegesség még, a kenderből lehet egyébként ugye a rostjából ruhát készíteni, papírt készítenek, a legelső biblia például kenderpapíron volt, az amerikai dollár először kenderpapíron volt, és aztán a kenderből, amit kitörünk ilyen szárat, ez a pozdorja, ez egy modern építőanyagnak is az alapja. Ezt úgy hívják, hogy kenderbeton, nem ilyen nehéz. Nincs súlya. Kevesen tudják, de ugye a rokkának az őse az Indiából való, úgy hívják, hogy csarka. Ezek magyar paraszti rokkák, amik itt láthatóak. Az eredeti csarka az ehhez hasonló volt, nagy kereke van, és így viszintes az elhelyezkedése. Sokan láthattuk Gandhinak a csarkával való fonást. Ő rendszeresen ugye bemutatta, hogy tudják a saját házi iparral a saját textilket elkészíteni az emberek. Aztán ahogy Indiából átkerült a csarka Európába, átment egy-két változáson. Nem csak ilyen viszintes elrendezésű, hanem akkor ilyen ferde vagy álló elrendezést kapott, illetve egy nagyon nagy változtatás vagy újítás, amit azt mondják, hogy talán Leonardo nevéhez is kötődik Olaszországba, hogy megoldották azt a kettős hajtást, amivel a roka szálát lehet egyrészt sodorni, másrészt ez a szál föl van ide hengerítve, és ez két különböző sebességgel történik egyszerre. Majd menet közben ezt fogjuk látni. És ezeket a rokkákat itt mi felújítottuk, ezek most mind működőképes állapotban vannak, úgyhogy a Krisna-völgyi általános iskolából jönnek akkor ide a lányok, akkor mindenkinek jut egy-egy roka, és ezeken tudnak gyakorolni. Ezek között van olyan, amelyik ilyen 60-80-100 éves darabok. Akkor itt vagyunk, ahogy én értetem, az első fázisnál, a fésülés, jól mondom? Igen. Ez a gyapjú kártolása, vagy fésülése, amit egy egyszerű ilyen kézi kártolóval vagy fésűvel csinálunk. A mosott gyapjút, miután felraktuk az egyik fésűre, akkor a másikkal egy ilyen íves mozdulattal szépen át kell húzni, aminek az a lényege, hogy akkor a gubancos gyapjú szálai kezdenek egyre párhuzamosabbak lenni, és amikor ezt a folyamatot így megcsináljuk, a végére érünk, akkor egy ilyen habkönnyű kis gyapjú kukac jön le erről a fésűről, amit utána aztán majd a rokkán meg lehet fonni. Akkor a kikártolt vagy kifésült gyapjút, akkor most levesszük a kártolóról, fel kell így hengergetni egy ilyen kis kukac formába, és látszik, ahogyan a fésűnek a fogai közül, akkor így kihengeredik ez a gyapjú.
és ez már nagyon egységes és egyenletes, ebből akkor szép fonalat lehet fonni a rokkán. Most már itt vagyunk a következő résznél. Uh-huh. Mi is történik most itt? A rokán a gyapjúnak a fonását láthatjuk. Ugye a rokán megtanulni fonni, az nem megy egyik pillanatról a másikra, ezért most azt lehet nyomon követni, hogy a lányok, most pont éppen Nisa, a rokának a hajtását, ugye a pedállal való hajtását gyakorolja, és akkor Vrindavani, ő meg segít a fonást külön. Mert egyszerre a jobb láb és a jobb kéz, bal kéz összehangolt mozgását nem lehet még megtanulni, szóval így lépésről lépésre haladunk a fonás gyakorlásában. És utána ebből majd fognak szőni? Igen, igen. Tehát amikor elkészül a gyapjúfonal, akkor azt befestjük növényi festékekkel, és utána pedig az egyik szövőszéken ebből fogunk készíteni egy gyapjú terítőt, amit az iskolai oltáron akkor fognak tudni elhelyezni és akkor használni. Nagyon jó, nagyon jó. De majd a következő alkalommal majd találkozunk, és akkor bemutatjunk a szövést. Nagyon jó. Aztán utána majd a többit. Igen. Ezért mindenkit kérünk, hogy írjátok a véleményeteket, kommentáljátok, és hogyha nagyon tetszik, akkor egy szívecskét, hogyha nagyon-nagyon tetszik, két szívecskét, és hogyha amúgy is tetszik, akkor csak egy lájkot. Köszönjük szépen! Hare Krishna!